Şu aşkın dominik şey bana video falan yaptırdı fogunk. És elkezdünk egy túlélő sorozatot Captain Amerikában. Remélem tetszeni fog mindenkinek. Kezdjük, ha elindulna. Játék. Gyerünk tud is, itt látjátok. Nem az lesz, mi? De próbálom olyan megcsinálni ezt a videót, hogy jó legyen, ez 10 perces videó lesz. Remélem. Remélhetőleg, nem biztos, de lehet. Igen, ne? Megnézzük. És megnézzük, nem, ezek nem, ezek spoiler. Hol lesz most Alexa fogunk túlélőzni. De... Hol fogunk túlélőzni. És egy dolgot meg kell csinálni. Hozzá berakom az igaz Minecraftot. Szóval új világot hozok létre. Nem, ez nem túl jó lesz, még sem, mondtam, ez egy kreatív világ lesz. Békés és lapos építgetni fogunk. Építés tutorial videók lesznek. Minecraftból meg lesz túlélő, de ez nem az lesz. Szóval itt is vagyunk a világban, és most megnézzük, ez egy új 1.17-es bemutató lesz. Szóval, gyertek. Azt, hogy gyertek, akkor csinálunk egy építményt. És nem, csak én mondtam, mindig. Az építményhez elő kell venni kőblokkot, simát, kiégetett követ, nem zúzottat. És itt is van, ez kell, ez fog kelleni, és el is kell képíteni a szobor lábát. Még hozzá így. Először is csináltak egy ilyen négyzetet. Egy egy 5x8-as négyzetet, 5x10-eset, 8x10-es négyzetet, így egy ilyet, és ennek egy ilyet. Ha ez megvan, jöhet a lába maga. A lába az lehet bármilyen, csak a lábba meg legyen, bármilyen lehet igazából. Most egy ilyent fog csinálni, bármilyen lény lehet, igazából csak ez a lényeg, hogy legyen szép. Szép lesz akkor, látjátok, hogy nem is lesz vele annyi gond se. Igen, így. Kár, hogy ekkora láb kell az összes lénynek, így így. Ilyen, kb. Ilyen. Egy láb az legyen ilyen. Igazából. Igen, itt hátulak lehet legyenek, ha csak egy ekkor. Igen, azért ez egy jó helye, szóval ez a lába az kicsi lesz, és nem lesz kicsi,
nem lesz olyan talán se, de... Igen, ilyen lesz. Itt még előre majd igazítanatok is kell. Így, hogy ne nézzen ki aránytalanul az egész. Így látják, most ennyi most például kész katasztrófa. Így már sokkal jobb. Most nem mondjátok innen. És akkor így. Még így leraktok pár kukkot. Na mi a baj? Mi az? Így. És most fog jönni maga a láb. Közelből szóval ilyen lesz maga a lába. Ilyen. És így fog majd kijönni magából. Ezt befedjétek. És így. Így lesz. Így. Nem itt, hanem kávé, itt kávé közepén, megkerestek közepét. És ott leraktok pár blokkot. Csak annyit, hogy meglegyen egy négyzet, egy kör, vagy valami. Így. Szélén maradjon meg egyetlen egy blokk. De ez most fogja, hogy kávé a közepe volt. Így. Szóval így kávé a közepe. És akkor innen van menet is a lába. Magának ennek az kis lénynek. Attól függti, mit építettek. Mit építettek. Én most egy ilyen szobrot dobánt építettek. Összökő, utána mehet rá a többi blokk. És majd ti találjátok, hogy milyen szín legyen. Nekem mindegy. De... Azt, hogy jól nézzen ki, akkor ajánlom, hogy az alapja az kőből legyen. Mert akkor úgy fog kinézni, hogy ez lesz kb. A csontja, ha lehet úgy mondani. Kb. Így ez lett csontja, akkor... Kb. Ez lesz csontja. És... Igen. Egy. Én most így fogom ezt megcsinálni. Nem muszáj pont ugyanígy, de kővel szoktam csinálni az ilyen szobrokat, mert így lehet a legjobban. Így. És ha meg vagy a lábában, és meg vagy, de nagy legyen azért legalább egy... Akkor megvárjuk azt, ha kicsit, akkor legalább egy ekkora lába legyen. Ha nagyot akarsz, akkor legalább egy... Azt most nem tudom meg, majd másik videóba. Ez most egy kis szobokkal fogunk foglalkozni. Ez most a kicsikkel, következő pedig a nagyokkal. Ez egy 10 perces videó meg lesz, de... Igen. És ha megvagy ezzel, akkor igen, mondom, mi is jön. A versét meg nem muszáj befedni, ha befedheted, de nem kötelező, nem muszáj. Elég, ha így van. Ha tényleg életre szeretnéd, akkor fedd be a versét is. De ha nem fordulj életübre, vagy valami, akkor inkább nem ajánlom fedve, mert ha csak, ha valamit elrontasz, nehezebb lett szétszedni. Szóval... Igen. Na és most egy picit néz. Most jön a combja a lényednek. Mondjuk attól fintok a szinten, de most egy lény tépnek. Most jön a combja. Figyelj. Combját itt felül, ha idáig leértél, akkor egy... Egy ekkora, egy ilyet. Egész is kül még egyen. És így. És ajánlom, hogy ide tegyél le lépcsőket. Ide. Itt hátulra. Most
szebben nézzen ki. Így. És fontos, hogy ilyen lépcső legyen. Nem összvissza, mert az nem fog szépen kinézni. Én ezt a tippet így megcsinálom. Aztán, hát igen, ilyen nagy szobornak a lába. Én attól függ, hogy kinek hogy tetszik. Le is lehet kerekíteni, ha úgy tetszik. Úgy tetszik, így is lekerítetek. De nem kötelező. Nem muszáj, de ha akar, így le lehet kerekíteni. Akkor még életedben fog kinézni. És akkor építhetjük tovább a szobunkat. Szóval igen, így ezt így megcsinálod, kb. Nem muszáj, de legalább hasonló, hogy egy lény, bármit, egy állatot, ha akarsz esetleg, aki jobban tud építeni, ez videó nem is lesz hasznos, de aki most kezdett el Minecraftozni, vagy nem tud még rendesen építeni, akkor ez videó jó lesz. Mondjuk. És befejezzük a lábát a négynek, második részbe pedig befejezzük a másik lábát is. Oh, lesz második része, persze. Egy kis tutorial videó volt ilyen szobornak a lábára. Hogyan kellett, hogyan lehet. Még ezt a részét befejezzük, és itt már lefeszeled a szobor lábát. Mert hát itt már nincs értelme. Tovább folytasd. Ha kiszoktok azok, hogy ekkora láb bőven elég. Bőven elég. Mert ez lesz a videónak a vége, ezért most ekkor. Szóval sziasztok, Sereszkény Dominik voltam, és találkozunk a következő videóba.